Jó reggel, Csernobil! Szavaztok gyerekek, üdv a csatornán, kiből jelentkezik a következő játéka, ami nem lesz más, mint a Stalker. Nagyon volt kedvem ezzel játszani. Igazából ez is az a sorozat volt a csatornámon, amiben többször belekezdtem, de soha nem toltam végig. Ugye... ez hasonlóképpen, mint a Mad Max-et. A Mad Max-et is úgy gondoltam, hogy akkor ugye kitoltuk, akkor van még egy kis pótolni való, a Stalkert is ki fogjuk csapatni. Mivel ez egy nagyon-nagyon-nagyon szeretni való játék, és a szerintem a 10 legjobb játékba beletartozik, ami valahogy készült a világon. Úgyhogy mindenképpen szeretnék vele játszani sokat. Ugye ennek három része van, az első a Stalker, Shadow of Chernobyl, és azzal fogjuk egyébként most csapatni. Nagyon szeretem az Aros érát, és ezt a játékot, és ezt a milliót, és ezt az egészet. Nyomunk egy új játékot, azért játszunk újonc kategóriába, mert nem akarok nagyon szopni gameplaybe és nagyon égni. Na, ugye magyarosítva van, 1.0.0.0.0.0.6-os patch-el fog megáldva, vanilla mode, tehát nincsen semmilyen modifikáció a játékba, nem akarok bele gyerekek, nem akarok. Próbáltam itt a tegnapi nap folyamán különböző modokat, ugye van, de várjátok, ezt átlépem, ezt elpofázom a dolgokat. Csak itt most ez dumál. Szóval megjelölt, én mentettelek meg is, nem fogok úgy tenni, mintha ezt azért csináltam volna, hogy bevágódjak az égieknél. Elvégeztem neked pár, blablabla. Az a lényeg, hogy ugye megmentett minket ez a csávó, és megjelöltnek, nevez minket mindenki. És ugye ez egy kereskedő, dolgoznunk kell neki, meg különböző embereknek. Na, alapkoncepció, aki nem ismeri, az a lényeg, hogy a zónában vagyunk. A zóna az nem más, mint ugye a Csernobil és környékén elkerített rész, ahol különböző mutáns állatok és mindenféle szervezetek küzdenek egymással a különböző olyan dolgokért, amiket ugye el lehet innen hordani és el lehet ők adni, ugye. Na, akkor mit akartam mondani? Várjátok pillanat, aztán jó, igen, raktam be ilyen különböző modifikációkat, meg ugye ezelőtt is próbáltuk ezt a Lost Alpha-t nekem. Tudom, hogy nagyon jó az a Lost Alpha is, isteni, és hogy a készítők kiadták, mert nagyon, de én akarok ezzel játszani most így, ahogy ugye kiadásra került, jobban mondva felpecsel verzióban. Jó. The choice is yours. Either I brainwash you like I usually do with other rookies, or I treat you like a new vagy egyből, ugye munkát lehet vállalni a Sidorovicsnál. Jó. Adj valami munkát. Got a job for you, Mark One. Van egy munkám a számodra, megjelölt azt akarom, hogy keresd el ezt a fürge nevű Stalkert, aki nagyon fontos információt szállít. Valóban őt közelvetünk el, találd meg. Élve vagy holta, nem érdekel. Nekem a flash drive kell, az infóval keresd meg a farkast, az itteni táborban, és beszélj velő, biztosan tudni fogja, hol lehet a fickó. Jó, megkaptuk ugye a küldetést. De egyébként mindenki, szó szerint mindenkivel lehet kereskedni ebben a játékban, az összes NPC-vel, így nagyon jól meg van csinálva. Kicsit a játék haj az ugye az ilyen open world jellegre. Na, önálló például ezek van. Mennyi pénzem van? Nincs semmi pénzem. 40 ilyen izé van, és van egy ilyen rucim. És ennyi van, ő neki meg ezeket tudja eladni. Jó van. Van az, amit egy láda ide letölt pakolni, és nem tudnak eltűnni a cuccok. Ja, a grafika szerintem még mindig szép, egy baj van vele, ugye, hogy eszméletlen részletes, tehát ilyen fű, erdő, fa, ilyesmi van kb. Az egész játékban, emiatt ugye csúnyán fogja kockásítani majd a YouTube. Nagyon jó néz ki. Na, ajtó nyikorog, még az ajtó becsapódik, marad. Felugorva tudsz magadra akadályokat átugrani. Imádom ezt a játékot, gyerek. Az a baj, hogyha nagyon gyorsan rángatom az egeret, akkor kockásodni fog a kép, ami nálam így nem látszik, csak ugye a YouTube-ba szétbutította, gondolom, és ez fog. Néha gyorsabban kell majd mozognod az által, most már X-el tudok itt gyorsan futni, ugye? És lőni se tudsz. Jó, oké. Okay. Ugye van egy ilyen célkeresztünk, itt mutatja, hogy milyen távol helyezkedik el az object, amit éppen megcéloztunk. Ja, és igen, ugye itt kell beszélni majd egy csávóval, itt a térképünk. Hatalmas ugye a zóna, abszolút hatalmas, ami... Nem jó volt ez bozni. A zóna térképe ugye itt van. Mi itt vagyunk ugye a kordonnál, és akkor erre kell tovább mennünk, és vannak ilyen különböző elszeparált részek, és itt van maga, ja, nem itt van, itt van az atomerőmű, ahova
gyakorlatilag a szarkofágba is be tudok majd menni. Azzal, hogy segítesz más karaktereknek, a kettőtök közötti viszony és az általános megítélésed is javítod, a jobb viszony és megítélés hasznodra válik, más, mikor másokkal beszélsz. Jó. Na azt akartam mondani, hogy itt át kéne kutatni kapásba a dolgokat, mert miért ne. És egyébként ugye van inventoring súlyhatárral minden, 50 kg súlyt tudunk magunkkal vinni. Itt van ugye a ruházatunk, itt vannak az ellenállásaink, itt van egy öv, amiben be lehet pakolni majd. Igen. És igazából nincs nálunk semmi most. Ja, át kéne kutatni, várjátok, hogy vannak a... Nem tudom, még nem lehet késre váltani, lehet, hogy beszéljünk ilyen farkas gyerekkel. És akkor átkutatjuk. Szevasz, haver! Hogy így jeg a fityeg? Ja, és ott a minimap fönt, valódat, és van egy olyan, hogy 9. Ez azt jelenti, hogy 9 darab élőlény van a... Van éppen itt a környéken. És a minimap van. Szia, te miért vagy itt? Szia, fürgét keresem, nem tudom, esetleg hol találom. Nem messze innen pár banditára, blablabla. Nemetés. A v csom prikol? Megpróbálom. Jó, oké. Szóval, hogy most már akkor lehet pisztolyos késre. Oké, és akkor az a lényeg, hogy ugye most segíteni kell valakinek, de előtte én itt átkutatok mindent. Nézzétek, egy új az ajtó. Szóval, hogy... Valamiket szét lehet verni, csak nem tudom, hogy miket. Kicsit kutikadunk, jó? Körülnézünk mindenhol, hogy nincs valami felszerelés. Szemlélet. Ugye lerombolt üzék, ház, a kis falu ez, ahol már nem laknak 8000 éve. Fel lehet jutni mindenféle magaslatra is. Megkeresni, hogy nincs valami fönt a padláson is, ugye? Esetleg. Nem halka játék, gyerekek? Adjunk neki egy kis kakaót, nem olyan... Hang. Csak beszél, jó. Ezt meg jó, hogy beállítottam. És ugye változnak a napszakok szépen, ugye éjszaka jó sötét van, mint az szokott lenni. Onnan jöttünk ki, látjátok? Nézzük meg, hogy nincs-e valahol valami. Nincsen, itt van, itt... Ah! De van. F-art kutatás. Nincs benne semmi tárgyak, jó. Látjátok, vannak ilyen rejtett zigzugak. Házikokat átadom gyorsan. Ugye jobb oldalt lent van egy ilyen páncél, van egy izé, és van egy staminánk, ami bal oldalon. Meg még van olyan is, hogy milyen zajt csapunk, látjátok, ott bal oldalt lent egy ilyen lilacsik. És ha ugrok, akkor ugye a zajt eredményez. Látjátok? Hoppá, hoppá, egészségügyi csomag. Na ezt nem is tudom, hogy kell használni, de majd megnézzük. Cigi! Tényleg mindent megpróbálok átkutatni. Temető? Igen. Széges drót, tedd el a fegyvert, hogy nem szeretik, hogy ott fegyverrel futkozok egyébként. A pince. Ó, csomó izé. Milyen halkonzerv volt, tudjátok az a... Az a... Minek nevedik? Nem mindent lehet szétverni ám. Sosolunk. Vajátok, van valami lámpa. Melyik a lámpa? Lő? Aha. Új, ez is nagyon jó. És azt hiszem, hogy ennek fogy a... Igen, ennek azt hiszem, hogy fogy az aksia, úgyhogy óvatosan kell márni. Ha jól emlékszem. De különben nagyon, nagyon adja. Nekem leginkább izére emlékeztet ez a játék, vagyis erre a játékra emlékeztetett a... A nem olyan régen kiadott DZ nevű játék, azt is... Az is nem. Semmi újdonság, ugye? Satú gyerekek. El kell adni a vasba. Nincsen való. Vannak ám olyan jó rejtett dolgok. Szóval én végig kecsültem itt gyorsan, nem haragudjatok. Szóval megfejeltük.
Lampa Remke ideként. Fúj a szél. Ja, bocs, hogy itt tökölök, de gyorsan végig akarom nézni, hogy nincs valami. Jó, szajré. Szajré dolog. Hát jó, tetőre nem megyünk föl. Nem tudtam kiugrani be az ajtón. Lepusztult egy környéket. Később ugye gyártelepek, kutatóállomások, olyan helyek vannak gyerekek. Ja, meg erősen horrorban megy át a játék egy idő után. Maga a millió, amit ugye... teremt. Na, azt hiszem, hogy van egy trükk, hogy annak a háztetején van cucc. Annak a háztetején van egy jó páncél, amit kapásban meg lehet szerezni a játék elején, csak nem egyszerű. Ami? Jó. Kötöző anyag. Jó. Mert ugye vérezni is tudsz itt, és el is tudsz vérezni. Úgyhogy nem elég az, hogy... csak nem tudom, hogy kell a izéket gyors billentyűre rakni. Ezt nem tudom, várjatok, hogyha inventorit nyomok, megáll az idő? Nem áll meg, aha, ezért kell a gyors billentyű. Ja, jó. Na, oda meg kéne próbálni arra feljutni. Arra azt hiszem speciális módon lehet. Оружие убрал. Я и там был. Занудился как-то долговец. Идет и кричит. Люди, отзовитесь, кто-нибудь, ау! Тут его кто-то догоняет, и клуб сзади порезал. Вэлли, будто мэг там, юкоть нам. О, как я уже звон, макоя бывает. Вот еще сцен тут хапит. Tehát különben nagyon tetszik maga a grafikai stílus. Nem is a grafika, mert a grafika... hát mondhatni már majdnem elabult, de nekem nagyon tetszik ez a stílus. Te is tvolta, ubi! Oruzsi obrál! Ah, itt is van valami. Vodka az meg sugárzás ellen. Hoppa, itt egy hátizsák, baszod. Nincs benne semmi. És akkor ennek a háznak a tetejére kell fölmenni valahogy. Ami nem egyszerű, ám. Nem is olyan bonyolult. És innen lehet átugrani oda. Ah. Hoppa, egy kicsit sérültem is, hogy mi fasz. És akkor itt van. Ez egy láda. Régebben volt. Aha, ott van. Aha. És itt van egy nagyon jó... ezt figyeljetek, gyerekek. Oda nézzé. Zsoldos frakció Stalker öltözet. Nyugati hadseregek különleges alakulatai által használt felszerelés mintájára készül. És itt van, hogy ugye égésvédelem ennek 10. Áramütés, blablabla, ez mind 10-10. És most ez még jobb. És akkor ezt majd el tudom adni. Nagyon jó, most már jobb védelmünk van, szuper. Oké. Okay. Jó, valami izé... dinamikus árnyékok elég érdekesen működnek. Jó, megyek kis, akkor csinálom a külülését, azt meg... elvileg... hogy lehet... Te ezt volta, ubéri! Zaugrani, ahol én vagyok, nem lehet? Оружие опусти, мужик! De... Не балуй! Оружие спрячь! Igen, és oda kell mennem, jó. És ez mi? Давай-ка без шуток, прячь оружие! És oda megyünk, jó. Мужик, ты оружие, ты спрячь! Jó, nem teszem el a fegyvert, barátom, mert dolgom van. Itt van, ennyi lőszerem van. Próbálunk vele valamit alakítani. Ja, ugye a lőszer is csomó fajta lőszer, rengeteg fajta fegyver, amerikai, meg. Ja, igen, ez a dinamikus vérárnyékok, ezek elég érdekesek néha. Látjátok? Hoppa! Ja, meg vannak ellenségek, ugye, mármint ilyen szörnyszülött tögök. Hoppa, ott van valaki. Van egy élő ember, meg egy halott. Aha. Jött egy helikopter. Ugye a hadsereg ezt próbálja. Próbálja volna valami idióta. De akkor tényleg neki? Megúszta, nagyon jó.
Help me, brother. Take the medkit off the stick. I can't reach it. Érde vagy? Meg vagyok, csak vérzek, de rendesen adj egy első segélycsomagot. Help me, brother. Take the medkit off the stick. Thank you, Mark. You're okay. You know that. Látjátok, I'll be sure to tell everyone at the camp that you helped me out. Szerepe. És egyébként minden stalker, minden egyinek, ezek nem klónok, hanem ugye minden egyinek van. Tolik, magánzó. Az a magánzó az azt jelenti, hogy a frakcióban nem tartozik. Nem is tudom, hol a PDF-TV. És ugye akkor itt van rang, és ugye itt van az összes stalker. Az összes ember, rengeteg. Ugye mi vagyunk az 585-ek a listán, és rengeteg van ugye. Meg lehet nézni őket. Semleges. Pitya Giobont, vagy mi a neve, szakértő, szabadságcsoportban van. És ugye itt vannak minden egyi. Meg lehet őket találni. És ugye mi följebb kerülhetünk a ranglistát. Ah, ezt nem lehet átkutatni? De igazából nincs nála sem. Jó, haver, akkor szavasz, megmentettelek, nagyon király vagyok. Ez a lámpa az nagyon nem jó helyen van. Hoppa, ezért volt. Lőttem meg egy pisztoly. Hangtompítós pisztoly, gyerekek. Nem tudom, hogy lehet berakni. Na, ja, itt van. Be tudom azt rakni. Ez milyen? Ugye minden egyének van pontosság, kezelhetőség, sebzés, tűzgyorsaság. Ugye meg tudod nézni, hogy melyik a jobb. Itt van az ára. Nagyon-nagyon összetett egyébként. Minden egyének külön lőszere. Nagyon komoly. Na, hoppa. Vadkutyák. Elég gyakorlatilag köcsögök ám. Sokszor ugye falkába támadnak. Valamikor meg menekülnek, úgyhogy ez... Nem valami jó fegyverem van, úgyhogy nem merek kecketni velük. Szerintem eltaláltam, el is menekült, jó. Nem pazarolom a lőszert, mert nem nagyon. Ott van egy hulla, azt meg akartam nézni. Ha jó van. Cuccokat találtunk. Kicsit retes ú az, mennyiben semmi. Jó van. Ott is egy ú az, az meg az a izé. Jó, és itt vannak a haverok, akikkel ugye távadni fogunk. Na. Itt bujkálnak, jó van. Ez az? Haver. Pipe down, man. Let me fill you in. Mondom, mi a szituál kezdő. Na, hello Farkas, már ide szólt, van kérdésed? Hány banda van táborban? 8 ember, 7 vagy 8 ember, 2 kapunál, másik 2 jobb oldal épületben, tűznél még 2 balra ott, főzik fürgét általában, lóg valaki az udvaron is, vagy lóg valaki az udvaron is, kb. Ennyi, egy gyors ima, azt a indulás. Gyerünk, szedd össze az embereket, vagy pedig lehet egyedül is. Gyerünk, szedd össze az embereket, mondom. Move here, sent us some support along with the order to attack. Time to move on and be heroes. Hát azért jó, hogyha ők is mennek, megmondom miért, gyerekek. Ezek is megfignanak, azt összeszerem a cuccaikat, érted? Menjetek csak hülyék. Igazából ezeket én kinyíratom, úgymond. Lehet, hogy nincsen... Mi a távcső? Viszont mi a távcső? Nem tudom, mi a távcső. Jaj, mare. Egyes fegyver, kettes fegyver, lőszerváltás, aha. Előző fegyver, tűz, újra töltés, gránát vető a V. Pédia. Zseblámpa, éjjel látó. Aha. Gyors kötszer, na, szum vagy.
Gyors kötszert, bazdmeg, azt nem is tudom hol a kell. Gyors elsősegély. Ó, bazdmeg, ezek egy abszolút szar helyen vannak. Várjál? Programozott gombokra kéne nekem rakni, vannak olyan helyen. Jó, ez F vagy, ez jó. Gyors elsősegély F2, jó. Ezért ezt nem vágom, na jó. Jó, gyors elsősegély, az jó, hogy elraktam. Ezért nem vágom, hogy hol tartsa be. Hát ott V szokott lenni. Vagy O. Ezek már lőnek, figyeld. Hogy itt egy anomália. Csak vigyázni kell. És van kiajolás ebben a játékban, ami iszonyatosan jó. És az összes FPS-ben díjaznám, ha lenne. Gyerekek, ezek... Ők patogtatnak komolyan. Hát egy buzi. Прикрой меня! Кто-то кто-то там порезал его, блядь. Получи, получи! Кто-то там порезал его, блядь. Зик, мы оба им путкузнок из удвора. Ага. Я, вот, и твой харом, вот, мальчик, эдь барак. Él. Kettő kifingott. És akkor ilyen, akkor jó ez. Oké, figyelj, hogy a fegyver az nem biztos, hogy ugyanaz van, mint a... Bazd meg, az mögém került. Ha magadtad, hülye gyerek! Na, tibia, na! Baza. Jó, ide pattintott valaki nagyon. Van. Jó, baze! Assza meg! Gyerekek, ezek nagyon bírják, vagy ez a pisztoly, ez nagyon koki. Ezek brutál sebességgel változtatják el őket. Áááá, miket sosztíznak egy csúcsra? Igen, egy megvan. Ez a pisztoly, ez nagyon kaki, de... Oké, felé nem tudom. Hol vannak bazdok? Áááá, gyerekek, nagyon komoly. Három. Ezek simán bekerítenek ám. Nem volt négy is. Jó van. Ez meg volt még három, ott írja ugye. Van ez a fegyver, nagyon gyerekek. Te hülye. Hazd meg, eddig bírják, hát ez a fegyver, ezt dobol el. Még kettő, még mindig van.
Hopp. És azt nagyon tetszik, hogy a hullákat is jelzi, ugye? És hol vannak? A map. Jó, egy. Gyerekek, ez a fegyver, ez hol áll? Semmire való. Jó, most váltunk fegyvert. Ja, nem, be is rakta. Jó, hármas, ugye? Ez az. Jó kis sörétesre. Baszod az eget. Lövöldöz valaki. Mi a fasz? Honnan lőtt, hallod? Azzal, megint erre pattintott. Aha, ott van. Körül, ott az ill körülnyéken. Jó van, ez lát minket, de mi is. Jó, az jó volt. Na, összeszedem a cuccokat, gyerekek, amennyire tudok. Fogunk telleni lassan. Az a baj, a lőfegyver valamikor látod, hogy így elrepült ők, és akkor ugye úgy kell összeszedni. Ezeket mindet megnéztem. Nagyjából. A kocsi körül lehet, hogy nem, mindjárt megnézem. Hát nézzük őket inkább. Ugye adom el őket a francba. Gyors futás, majd átrakom a shiftre, mert ez így nem lesz jó. Sőt, át is hatom, várjál. Ó, sem gyors, nem bocs ez. De a sprint az egy ekkor hülyeség, rohanás. A fasság ez, hogy... is volt egy sörétes. Jó. És ugye na azt még megmutatom, hogy ugye egy fegyvernek van például olyan is, hogy mennyire van elromlava. Ez is egy fontos dolog. Sebzése ennek ekkora. Ennek a mindenkinek nulla sebzése volt. Ennek is, úgyhogy ez mind szarok voltak. Ja. Ez is számít ugye, hogy mennyire van leamortizálódva. Kicsit kutakodok. Így van láda. Semmi benne. Doktor. Azt sem lehet, hogy így szokott. Látom, hogy nem sok minden lesz. Nyomok egy lámpát, jobban lássatok. Szemét egy környék. I owe you, brother. The child was could never thank you enough. Fürge. Én is köszönöm. Munka kéne, van majd számomra. Jó. Viszlát, ettől is váltuk egy munkát, úgy látom. Ezekben nem sok minden van, gyerekek. Itt már ugye nincs senki, egy darab embert jelez. De az is. Ó, mi az? Azt hittem legalább fölvehető, de nem. Pivi? Appa. Gyerekek, nincs semmi sehol, tök gaz.
Kezd lemenni a nap. Szopás. Na, itt le lehet menni. Annak a tetején meg körülnézek. Nem hiszem. Nem nagyon van, úgy néz ki, hogy bármi is lenne, ugye? Ja, és akkor kaptunk munkát, nem? Napló, én, rang, kimutatás, tudás, feladatok. Itt van. Keresd meg a tökéletes ruhát, ez a. Hogy van? Hol van az? Kurva élet, hallod? Ilyen vadkutya itt. Mi az anyád? Kinyírta a kutya, kutyát ez a nagy dög. Mi a neve? A tírja ugye? Viszony ellenség, neve nincsen, jó. És annyi, hát ne szórakozzál vele. Na, itt van valami. Itt van az, hogy mindig óvatosnak kell menni. Na, itt föl lehet menni, megnézzük, mi van ott azért. Most sem felolvanak, hát ha van valami érdekes. Podlás. Nuku, ennyi van, és komolyan. Ez nem valami erős, te. Oh, shit. Jó, mindegy. Na, menjünk haza, és meg valami tökéletes ruhát keresek, meg azt írta. Ez ki? Tökéletes ruha, figyelj, azt meg itt mutatja. Még a fogságok voltam, hallottam, hogy a banditák a titkos rejtek helyükről beszélnek. Aha, ott valami szajét tartanak, hallod? De el kell menni. Nem lehet megjelölni, vagy mit tudom én. Ne kéne menni, hogy a titkos ruha dolog, nem? Látom, valami jó lesz. Megyek arra. Itt van a... De azt nézem, feladatok, nem lehet, hogy azt jelöltessük meg? De most már azt jelöli. Jaj, nagyon tökéletes, jó. Elmegyünk, megnézzük. Lámpa kikapcs. Keresd meg a tökéletes ruhát. Valami rejtek hely. Ha már egyszerre jöttünk, itt vagyunk a környéken, akkor ezt becsináljuk, ezt a feladatot. Anomáliákkal vigyázni, nézzétek, ott vannak. Ja, rámész, akkor baj van, de valami kutyaugatást is hallok, hál' Isten. Nem, sörétes az... Ez egy üldögérnek, jó van. Sörétes az jó ellenünk szerintem. Jaj, majdnem belement a kutya. Kutya az belement, azt a betyár. Anomália, hogy beledugatott gyerek. Erre buzi. Kurva élet. Tök jó, kellemes hely ez. Nem ilyet, alagút. Stalker. Micsoda jó játék ez, te. Tökéletes ruha. Tökéletesen itt van egy buzi. Hozzomás, mi a szar ez? Hódnál a cuccos. Jó ez. Itt van a tökéletes ruha, mi ez? Ez nem valami nagy. Vidd el a vevőnek, ja, hát ezt el kell vinnem, akkor valahol jó van. Azt hittem nekem kell. De jó az a futás. Hol van ez a faminám? Ja, ott alul. Ó, hát ez nagyon sokáig tud futni.
Nincs ezzel gond. Ó, gyerekek, hát ez lehet rohanni. Ott egy kutya-butya. Na megint. Itt zoomolva. Pontosabban célzol. Mehetünk haza. Gyors utazás a játékban azt, hogy nincsen. Igazából nincs is nagyon szükség rá. Az most fáradtunk el, meg megellett az eső is. Azt hiszem, hogy elég gyorsan föltöldik, nézzétek a stamina, hogyha állsz. Igen, de csak ha állsz. Például ha sétálsz, akkor nem, de hülyeség. Most ha letesszük, lerakjuk, akkor igazából két küldetést is megcsináltunk, ugye? Na, úgy veszük. Az a baj, hogy itt ugye mindig folyamatosan változik a helyzet. Kicsit ilyen tényleg sandboxos jellegű a játék, hogy mit tudom én most ezt a bázist, amit most én itt elfoglaltam, azt lehet, hogy ugye fogják, ezt elfoglalja egy egész más frakció, vagy pedig ugye ugyanazok a bandaiták, hogy jönnek. Ezt megint oda beköltözni, szóval soha nem vagy biztonság. Vagy lehet, hogy épp egy bandit csapat vonul át, vagy egy kuti csapat. Ja. Mi az uzi? Csapat. Hú, hát így nagyon hasznos. Ha vannak belőle. Na, tényleg, de ennyien sok erőleink volt régebben is? Nem tűnt fel. Jók ezek a nyírfák, vagy nem is tudom mire. Emlékeztek, hogy tipikus el van a körekedve már, ugye nem gondozza őket senki. Jó nagyok. De meg a fegyvert ezt jó eltenni, mert ugye nem nagyon szeretik. Csávók. Hívja szóval, mindig gondolják, hogy tedd el a fegyvert. És itt? Aha. És akkor ki... Ó, mi az? És akkor kinek kellett minden én a dolgokat? Várja, ide kellett hoznom a ruhát, ide. Itt mutatja, itt lakik a gyerek. Hello, övek, elfőbe ezzel. Munka miatt jöttem. És mit adott? Kapott kővirágot kaptunk, és semmi mást. Nincs semmi munka, jó. Nincsen árucseréd, valami jó cuccod? Nincs. És mit kaptam? Ja, anom, ezt kaptam, baze. Artifactet kaptam. Ez olyan, hogy be tudod rakni az övetbe, és különböző módosításokat ad. Hely, ha már ne, kalesnik a volt nehéz. Ez így az ember, és kaptam egy merúzát. Pusztik be a vasztalom. Benne vagyok, jó, hallod? Már nézd, már ne volt kaptunk meg. De... Ez így az embereid... Mi a fasz? Valamit látnak a csávók, hallod? Itt be is jutott. Itt beizgultak a gyerekek, nem? Ez lóla. Itt meg úgy legyen. Úgy lehetem, hogy itt vége a bulinak. Na! És itt mutat valamit azért, mert valaki csináltam valamit, megmentettem azért. Most a titkos helyet fölfedettem. Valahol itt lehet. Mert előtt nem volt meg semmi, de elmondott már van. Tudom, följutni ezt meglesszük. Mi a nem egyszerű. Próbálok. Na, itt mutat valamit. Ó, hát jó. Jó, gyerekek, ezek drága dolgok ám. Jó, ott volt a létre, jó van. És akkor várjál, itt vannak itt, mert itt a térképen jelent. És ott is egy titkos hely, figyelj, titkos helyeket megmutat, ott is egy titkos hely. Ez mi? Itt a vacka, ezt a vacka nézői vacsuk kell kipotolni majd. Ez mi? Gyere vissza a jutalomért, kereskedő. Ja, a kereskedőhöz meg le kell adnom a küldetést. Ugye a pendrive kellett neki, kicsit egy felvilágosult kereskedő. Itt a zónába.
Steven, how is it going, Stalker? Zebra Stalker. Helyzet megoldódott. Tessék, mit ad ilyen? 1500... 1500 rupel, az elég sok. Van valami munkakére, van valami a számodra? Hát hozzá... Aha. Az ennyi? Keres egy medúza képződőt, olyan masszom van. Mondta miatt jöttem, és igen. Hozzák vodkát kaptam, ez a 500-et. Olyan volt, ugye? Munka kéne. Hozz a kutya farkat, öld meg az üzletkötőt. Tisztítsd meg a területet a mutánsoktól, keres egy kővirág képződőt, még kővirágom is van. Benne vagyok. Munka miatt jöttem. Ó, kővirág, hozzák vodka. Jó. Van valami a számomra? Jó, egy csomó munkám van, gyerekek. Ezeket mind föl kéne venni és megcsinálgatni, nem? Na, de először is akkor kereskedni is akartam. Nézzük meg az inventory-nkat először. De nekem van egy, igen nem? A medúzám. Ugye ez sugár, golyóállóságot 2%-ot növel, sugárzást, meg növel, igazából sugárzás növel, úgyhogy ez nem jó. Ez mi? Vodkampata. Á, kutya farok. Ez kellett nekem, nem? Várjál. Akkor nézzük ezt a munkát. Hozzuk rá kutya farkat. Benne vagyok. Munka miatt jöttem. Ú, remélem, mit kaptam. Ez egy csomó lövedéket, meg mindenfélét. Üzletkötőt. Tisztíts meg a munkát. Jó, ezt megcsinálom majd az izének, a farkasnak a küldetését. Várjál, kereskedni akartam. Mú, van egy SMG-je. Mennyire adod? Hol van? 4400, vagy mi? Menjünk be, 7500, menj gyerekek. Várj, ebből meg a legszarabbat, legrosszabb állapotukat el kéne adni. Ezt eladjuk. Ez a legjobb állapotuk. Ezt is eladjuk. Kis pisztoly, best bang. Ezt is eladjuk. Ami még nem kell nekem, ezt a medúzát is adom, nem kell nekem. Ezeret már kerestem is, ezt is adom, ezt se kell. De ami rajtam van, azt is ilyenkor üzletelem el. Jó, más nem adunk. Ó, figyelj, van ilyen lőszer. Nagyon jó. Ez olyan sörétesben való, de egy lövetű. Ilyen nagyon nagy sör, ez kurva jó. És ezt nem adjuk el. Not bad. Some pretty good stuff you've got there. Egy SMG-t. De igazából nem kell, nekem ez a pisztoly, meg az a sörétes, ez nagyon bejövős. Mennyit adsz egy ilyenért? Adom a kaját is. Energiai tolások. Energiától mire jó? Ja, gondolom, akkor ezt beküldöm, ezt mondjuk ezt vagyok. Not bad. Some pretty good stuff you've got there. Jó fajta lőszered nincsen, azt látom. Ilyen nem kell, ilyet vennék, ilyet. Ez nagyon jó. Alright. Na jó, a gyerekek. Mentek, nyomunk egy mentést itt. Köszönöm szépen a figyelmet. Ez a jó, vagy nem, első, egyes. Nyomunk egy olyat, egyes. Mentés. Innen. Akkor folytatjuk a következő részben. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet, nagyon bejövős egyébként az egész. Főleg úgy, hogy most tök magyar, meg igazából nekem nem nagyon jött be az Lost Alpha, mert igazából ez a sok mellékküldetés tök jó, meg minden, ez nekem így nagyon bejövős. Nagyon behaltó figyelmet, itt tartasz ott napi. Jó, következő mellékküldetéseket megcsináljuk, először a Rókáját, utána ezért, és akkor adunk tovább a főküldetésbe is. Jók legyetek, csumi cső!